Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, folytatódott a héten a jobbikos pártszakadás, ugye a kilépés cunami pedig Fejér megyét is elérte, most már mondhatjuk azt, hogy elérte, főleg a tegnapi nap eseményeinek a margóját tekintve végképp megerősíthetjük ezt, hiszen Árgyalán János is bejelentette szakítását a párttal, de történtek itt még tegnap más események is, hamarosan Árgyalán Jánost fogjuk kérdezni a pártból való kilépéséről és a terveiről. Előtte azonban tekintsük meg, hogy csütörtökön hogyan feszültek egymásnak a Jobbik politikusai, illetve volt politikusai. Régi, hosszú, kalandos történetnek tett pontot a végére az országos elnökség. Azonnali statáriális eljárással oszlatott fel a Vona Gábor féle elnökség az elmúlt hónapokban jobbikos alapszervezeteket. Az egyik ilyen legerősebb és legsikeresebb testület a székesfehérvári volt. Horváth Tancsa Ágnes kirúgott elnök bűne az volt, hogy a párt tisztújító kongresszusa előtt nyíltan kiállt Dúró Dóra és Torockai László mellett. Mi nyíltan felvállaltuk azt, hogy ezen a tisztújításon Torockai László, Dúró Dóra elnöki párosát tudjuk támogatni. Bennük látjuk azt a lehetőséget, hogy a Jobbik visszatér egy olyan útra, ami sokkal inkább a radikalizmus, sokkal inkább egy egyenes beszéd irányába viszi el a pártot. Apáti István, a Jobbik országos alelnöke szerint a képviselő és házastársa teljesen önálló egységként működtek a párton belül. Ezért a felső vezetés az önkormányzati mandátumától is megfosztotta. Olyan a világon nincs, hogy valaki, főleg egy megyei jogú városban szerez egy párt listájáról egy mandátumot, és úgy gondolja, úgy éli meg, egyébként az elmúlt években is ez történt, és többek között ez vezetett a szakításhoz, hogy a kötelezettségeket nem teljesíti, de a javak, az előnyök viszont kellenek. Ezekhez hozzátartozik, hogy az ő kedves házastársa, Horváth Lénárd, illetőleg rokonságuk különböző külsőbizottsági, felügyelőbizottsági helyeket birtokolt, tehát ők úgy gondolták, hogy egy teljesen önálló egységként működnek a Jobbikon belül, és saját kényük, kedvük, illetőleg érdekük szerint hoznak meg bizonyos döntéseket. Ugyanakkor fontos azt hangsúlyozni, a félreértések, félremagyarázások, rosszindulatú megközelítések elkerülése és kivédése érdekében, hogy szó sincs arról, hogy a fehérvári, a székesfehérvári alapszervezet feloszlatására, illetőleg Horváth Tancsa Ágnes Izabel mandátumból történő visszahívására azért került volna sor, mert a Jobbik tisztújító kampányában Torockai Lászlót támogatták. Aki ilyen kijelentést tesz, az nem mond igazat, nemes egyszerűséggel magát védve össze-vissza hazudozik. Tehát arra kérem őket, hogyha esetleg ilyen gondolatok megfordulnának a fejükben, akkor ne mondjanak ilyeneket, mert ez nem igaz. Gyakorlatilag ők maguk is úgy látták, hogy ez a kapcsolat innentől kezdve nem fenntartható. Bár megjegyzem egyébként, hogy már a 2015-ös magatartásuk, hozzáállásuk is bőven okot szolgáltatott volna arra, egy kicsit is szigorúbban működő pártban, hogy erre a mandátumból való visszahívásra sor kerülhetett volna már akkor is. A menesztett székesfehérvári elnök még nem kapott hivatalos értesítést arról, hogy adja át mandátumát egy a Jobbikkal lojális képviselő javára. Én azt gondolom, hogy egy jobbikos mandátumról a Jobbik országos elnökségének van joga és lehetősége bármilyen nyilatkozatot tenni. Azt, hogy Apáti István Máté Szalkáról egy személyben mit gondol a mandátumomról, az különösebben nem meghatározó. Én úgy látom, hogy ő az elmúlt időszakban is szeretett beleszólni a székesfehérvári ügyekbe és Fazakas Attila mellett kampányolni. Ezt megtette 2014-ben is, amikor akkor is, mint a Jobbik tisztségben lévő alelnöke, országos alelnöke levelet írt Cserpalkovics András polgármester úrnak, hogy az egyik előterjesztésemet ne támogassa. Mivel ilyen támogatásra számíthatott bármelyik önkormányzati képviselőtől, mint országgyűlési képviselőtől és mint országos alelnöktől. Én azt gondolom, hogy megvárnám, még hivatalos értesítést kapok bárkitől, és majd akkor értemben hivatalosan tudok válaszolni. Az alelnök úgy fogalmazott, hogy az egyéni érdekeket helyezte előtérbe Horváth Tancsa Ágnes képviselőasszony. Ebből mi az igaz, illetve erre mi a reakció, mi a vélemény?
Hát én azt gondolom, hogy az előterjesztéseim közül csak most, hogyha néhányat így hirtelen kiemelek, ami megvalósult. Nekem 3 gyerekem van, a legkisebb is 4 éves, és ha jól emlékszem, akkor a tavalyi évtől valósult meg az, hogy 20 000 forintos Erzsébet utalványt kapnak a fehérvári babák babatakaróval, és tőlem évelején az év első babája külön ajándékot is ugye a kórházzal. Azt gondolom, hogy ez nem annyira az én érdekeimet szolgálja. Ahogy azt gondolom, hogy a születésparker sem az én érdekeimet szolgálja, és mivel van hol laknom, így azt gondolom, hogy a továbblépő családprogram sem, ami az egyik kiemelt javaslatom volt, sem az én érdekeimet szolgálja. Úgyhogy nem tudom, hogy Apát István mire gondolt. Én nagyon szívesen vettem volna tőle az elmúlt 4 évben is, hogyha székesfehérvári ügyeket az országgyűlésben felkarol, és azokról beszél és lobbizik a város érdekében. Ez nem történt meg egyetlen esetben sem. A magát néppártinak beállító Jobbik egy másik erős embere, Árgyalán János Fejér megyei elnök csütörtökön a közgyűlésben jelentette be, lemond minden pártisztségéről és kilép a Jobbikból. Mi vagyunk azok, akik a Jobbik alapító nyilatkozatában megfogalmazott értékeket mindig is képviselték, és most is képviseljük. A Jobbik vezetése az, aki ezektől eltért. Horváth Ancsa Ágnes híradónknak azt mondta, csak akkor dönt majd mandátumának sorsáról, ha a párt hivatalosan is megkeresi az ügyben. És ahogy azt említettem, stúdiónkba érkezik Árgyalán János, volt regionális igazgató. Most már azt hiszem mondhatom azt, hogy volt regionális igazgató, igen, ugye? Igen, lemondtam erről a tisztségemről is. Akivel hát nyilván az elmúlt napok és elmúlt hetek történéseiről beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt van velünk. Köszönöm a meghívást. Hát ugye a tegnapi nap kapcsán is elmondhatjuk, hogy felpörögtek az események a Jobbik házatájéken. Várható volt ez ön szerint? Én azt gondolom, ez egy folyamat, ami a tisztújítás után elindult. Én sokáig kéreleltem, próbáltam az elnökséget meggyőzni, hogy Toruckai Lászlóval üljönek le. Én azt gondolom, hogy nem voltak olyan mély ellentétek, amit ne lehetett volna egy alapos beszélgetéssel tisztázni, de ahogy telt az idő, egyre mélyebbek lettek az árkok, és eljött az az idő, amikor át vagy bét kellett mondanunk, és egyre több ember a Jobbikon belül úgy gondolja, hogy nem azt az utat járja tovább, amin a Jobbik elindult. Hiszen, hogyha nézzük az elmúlt hetek történését, ugye ez a Mi Magunk platform, az tulajdonképpen egy Jobbikon belüli dolognak indult, legalábbis a Toruckai nyilatkozataiból ez terült ki, és többen is ezt erősítették meg kérdésünkre. Így van pontosan. Mi a legutolsó pillanatig kitartottunk amellett, hogy ezeket a problémákat, ellentéteket a Jobbikon belül kell megoldani, és erre egy jó megoldást lehetett volna. Egy platform létrehozása, aminek a vezetője valószínűleg Toruckai László lett volna, de mégis ezek az ellentétek párton belül maradtak volna, és azt gondolom, hogy kezelhetők lettek volna. Ugye több helyen, például most is a elnök úr azt nyilatkozta, hogy nincsen semmiféle megtorlás azért, amiért mondjuk valaki a Toruckai féle csapatot támogatta volna a tisztújításon. Ugyanakkor a sajtóban pedig azért folyamatosan napvilágot látnak olyan esetek, amikor végül is a végén az ember erre következtethet, hogy mégiscsak valami ilyen leszámolásszerű vagy ilyesmi történik. Ön hogy látja, mi a véleménye? Én azt gondolom, és azt látom, hogy azok az emberek, akik nyíltan támogatták Toruckai Lászlót a tisztújítás során, azok fokozatosan a perifériára szorultak, kvázi ellehetetlenültek, és előbb-utóbb arra a döntésre kényszerülnek, hogy szakítanak a Jobbikkal. Ön is Toruckait támogatta? Igen. Miért Toruckai mellett tette le a voksát, illetve miben más az az irányvonal ön szerint, amit a Toruckai Lászlóék képviselnek Dúró Dórával együtt? Szerintem a legfontosabb az, hogy a Toruckai Lászlóféle vonal hajlandó szembenézni azokkal a hibákkal, amik az elmúlt időben történtek. Ennek az egyik legkiemelkedőbb példája a választási vereség. Tehát azt gondolom, hogy ha a választási vereséget kívülről és objektíven nézzük, akkor nem csak azt mondhatjuk, hogy a Fidesz megnyerte a választásokat, hanem mi is elvesztettük. Voltak pontok, amikben hibáztunk, és ezzel őszintén szembe kell nézni, és meg kell változtatni azokat a lépéseket, azt az irányt, amik ide juttatták a Jobbikot. Folyamatosan balra tolódik most a Jobbik? Ön hogy látja ezt? Én azt látom, majd azt gondolom, hogy leginkább csapong, amikor balra húzott, akkor
sokszor megpróbált visszacsapni jobbra, és tulajdonképpen ez azt az eredményt hozta, hogy mind a két oldal számára hiteltelen lett, illetve egyre több ember számára hiteltelen lett. A jobboldali emberek azt gondolták, hogy a Jobbik már nem az a Jobbik, aki régen volt, a bal oldalon pedig én azt gondolom, hogy valóban hiteles pártként soha nem tudta a Jobbik apostrofálni magát, hiszen alapjaiban véve egy nemzeti, radikális, jobboldali konzervatív párt. Ugye, hogyha nézzük folyamatosan az ön közösségi, közéleti oldalát, azért lehetett következtetni arra, hogy talán erre az elhatározásra fog jutni, hiszen májusban jelezte, hogy csatlakozik a Jobbik Mi Magunk platformjához, aztán utána olvasható volt, hogy a Dúró Dóra Toroszkai László kizárását követően az ön posztja, hogy döntött a bosszú tanácsa, tehát azt hiszem, hogy önnél ez a folyamat látványosan zajlott le, már hogyha valaki olvasta a közösségi felületét. Igen, azt gondolom, hogy konzekvensen képviseltem ezt az irányt, illetve én folyamatában is végig kapcsolatban voltam természetesen Toroszkai Lászlóékkal is, és a mostani vezetéssel is, és folyamatosan jeleztem, hogy ennek nem lesz jó vége. Itt egy kommunikációról, egy őszinte szembenézéssel kellett volna orvosolni a problémákat. Ugyanakkor azt is lehet hallani, hogy a mostani elnökség szerint szó sincs pártszakadásról, sőt, növekedett a belépők száma. Többféle szempontot nézhetünk. Ha azt nézzük, hogy a frakció többsége az kiáll a mostani vezetés mellett, akkor ebből tényleg nem látszik, hogy túl nagy probléma lenne, hiszen egy ember volt, akiben nem bíznak már, és ezért kitették a frakcióból, ő Dúró Dóra volt. De ha csak ezt a képet nézzük, azt nem látjuk, hogy a tagságban milyen folyamatok zajlanak, milyen vélemények fogalmazódnak meg. És bizony a tisztújítás eredménye, ami azzal zárult, hogy 46%, a jelenlévő küldötteknek 46%-a szavazott Toroszkai László mellett, és a maradék 54% szavazott Schneider Tamás vezetésére, az bizony majdnem fele a tagságnak, és ezt nyugodtan számolhatjuk úgy, hogy a tagság fele egy komolyabb változást, egy visszatérést, úgymond visszatérést a konzervatív nemzeti útra, ezt szerette volna látni. És azt gondolom, hogy itt egy ilyen tömeggel, illetve egy olyan vezetővel, aki mögött ilyen támogatottság van, mindenképpen számolni kell, és csak is úgy lehet tovább lépni, hogyha ezt a nézetkülönbséget, ezt fel tudják oldani. És én azt gondolom, egy platformmal feloldható lett volna, ami mindenképpen egy mély, őszinte szembenézéssel, elbeszélgetéssel kellett volna, hogy kezdődjön. Én ugye regionális igazgatóként nem csak a helyi vagy a megyei történésekre látott rá, vagy volt rálátása, és gondolom, hogy nyilván még azért most is van rálátása, hanem itt tényleg a régióban zajló folyamatokra. Hogy látja, hogy mi történt azóta, hány alapszervezet állt fel, álltak-e fel egyáltalában alapszervezetek, és léptek ki, szüntették meg magukat itt a megyében, a régióban, hogyan alakult át a Jobbik térképe a pártszakadás vonatkozásában? Igen, ez egy folyamat. A szervezetek ennek a folyamatnak van, aki az elején van, van, aki a közepén, van, aki már lezárta magában ezt a dolgot. Történtek feloszlások, amikor összeültek a szervezetek, vagy összeült egy szervezetnek a tagsága, és kimondta a feloszlást, és kiléptek a tagok a szervezetből. Vannak olyan szervezetek, akik kivárnak, és hezitálnak, vagy nem tudják még, hogy hova fut ki ez a dolog, ezért inkább nem lépnek semmit, inaktívak. Van olyan szervezet, és aki pedig úgy nyilatkozott, hogy ő egyelőre marad ebben az irányban. Nyilván mérföldkő lesz majd a holnapi nap. Mindenki. Mit vár a holnapi naptól? A holnapi napnak azt kell megmutatni, hogy a Mi Hazánk mozgalom, ugye a Mi Magunk platform sikertelensége után a Mi Hazánk mozgalom néven lett meghirdetve a Toroszkai László féle nemzeti radikális irány. Ha ezen a nagy gyűlésen vagy zászlóbontó rendezvényen nagyon sokan lesznek, és azt látjuk, és leginkább azt érezzük, hogy egy igazi megújulása történik ennek a nemzeti radikális tábornak, sokan lesznek,
sokan eljönnek, még az is lehet, hogy rossz időjárás lesz, de ha ennek ellenére is ott lesznek sokan, én akkor én azt gondolom, hogy érdemes tovább csinálni, érdemes erre építeni, a mozgalmat beindítani, második, meg harmadik fokozatra kapcsolni, aminek értelemszerűen majd az lesz a vége, hogy egy párt fog alakulni ebből a mozgalomból. Ön ott lesz? Én ott leszek holnap, igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kik és hányan jönnek el, valóban megvan az a támogatottság, megvan-e az a támogatottság, amit a Facebookon látunk, érzünk magunk mögött, és ha igen, akkor azt gondolom, hogy automatikusan ez az események fogják hozni ezt a végkifejletet. Önnek mi a véleménye egyébként a mandátum visszaadásról, visszaadatásról, akár Dúró Dóra vonatkozásában, akár hogyha már itt az előbbi bejátszóra gondolunk, itt a helyi szervezet vonatkozásában? Hát ez azért kritikus kérdés, mert én személy szerint, mondjuk például a Tancsa Ágnes esetében, mind a Tancsa Ágnessel, mind az új vezetővel, a Fazekas Attilával jó viszonyban voltam, és együtt tudtam működni. De ők ketten nem tudtak együttműködni, és mind a ketten többször kinyilvánították, hogy egymással nem tudnak leülni, és akár megtárgyalni egy fontosabb kérdést. Ezért egy nagyon fájó döntést kellett hozni, el kellett dönteni, hogy ki vigye tovább a Jobbik szervezetét, és abban a pillanatban, a választások után úgy tűnt, hogy Fazekas Attila is csapata volt az, aki markánsabban, erősebben és mozgalmi módon képviselte a Jobbik szellemiségét, és akkor azért született ez a döntés, hogy Fazekas Attilának kell adnia a fehérvári zászlót, és ő vigye tovább a Jobbik ügyét. De aztán azért az Ági mellett is sokan felálltak. Igen, ezért mondtam, hogy ez egy nagyon nehéz vagy összetett kérdés, mert ilyenkor, ahogy szokták mondani, bármelyik ujját harapja az ember, bármelyik ujját harapta volna meg a felső vezetés, mindegyik fájó döntés. Pillanatnyilag akkor Fazekas Attila javára billent a mérleg. És Dúró Dóra vonatkozásában? Dóra esete azért érdekes, mert amikor már nagyon sokan mondják azt, hogy a felső vezetés nem azt képviseli, amit képviselnie kell, illetve egy olyan irányba ment el, ami már nagyon eltér az alapító nyilatkozatokban foglalt értékektől, akkor már nem tudja az a közösség, nem tudja elfogadni hiteles döntésként azt, hogy az elnökség arra kéri, vagy megalapozott döntésként azt, hogy az elnökség arra kéri XY képviselőt, hogy adja vissza a mandátumát. De egyébként kérheti ilyet, gondolom az alapszabályok szerint kérheti ilyet az elnökség? Vagy ezt tegyük már egy kicsit tisztába. Szerintem a leghitelesebb forrásban. Én nagy ismerője is tudora vagyok az alapszabálynak. Alapszabály szerint kérheti, ezt megteheti. Ha az elnökség kétharmada úgy dönt, akkor ezt a kérést vagy döntést ezt hivatalosan közlik a képviselővel, és felkérik arra, hogy adja vissza a mandátumát. Ez a párt része, ez az alapszabály része. A jogi része pedig, a közéleti jogi része pedig egy képviselő önmaga dönt, és önmaga határoz a mandátumáról. Tehát vissza lehet kérni, de ő nem köteles visszaadni. És akkor ugye ilyenkor alakulnak ki a konfliktusok a két álláspont között. Mondjuk például az Ági esetében azt gondolom, hogy nem feltétlenül hivatalos közlésnek számít, hogy itt egy sajtótájékoztatón tájékoztatják a sajtót, és azon keresztül a képviselőt, hogy akkor mit kérnek, vagy mi a döntés. Nem, ez semmiképpen. Én azt gondolom, hogy itt megszületett a döntés az elnökségben, csak ezt még nem írták le, de biztos, hogy postázni fogják az Áginak, vagy e-mailen, az is hivatalos közlésnek, tehát valamilyen fajta írásos formában fogják vele közölni, akkor történt meg hivatalosan a felkérés arra, hogy adja vissza a mandátumát. De még egyszer mondom, erre jogilag nem kötelezhet egy képviselő, tehát van egy kis ellentét az alapszabályban megfogalmazott elvek vagy eljárás módok és a hivatalos jogi lehetőségek között. Meg hát nyilván én gondolom azt, hogy egy képviselő tekintetében sok esetben döntő az ön személye.
mondjuk akár önt is vehetjük példaként, hogy nyilván nagyon sokan azért voksoltak a Jobbikra a választásokon, abban a térségben, ahol ön indult, mert hogy önt ismerik, önnek ott közvetlen kapcsolata van az emberekkel. Ilyenkor azért felmerül az emberben a kérdés, hogy most akkor lehet, hogy a személyre szavaztak, nem csak a pártra. Igen, ez soha nem fehér és fekete kérdése. Tehát attól, hogy egy képviselő listáról szerezte a mandátumát, attól ő neki még az ő személyes támogatottsága és, a, és az ő szimpátiája az igen meghatározó és meghatározó volt akkor, amikor az emberek arra a listára szavaztak. Igen, ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik az erősebb, illetve hogy ez feljogosítja-e az elnökséget arra, hogy visszakérje a mandátumát ettől a képviselőtől. Nos, ugye hát hétfőn majd nyilván okosabbak leszünk a hétvége vonatkozásában, de hogyha egy kicsit visszagondol arra, akkor miért tartja inkább vállalhatónak a Toroczkai féle vonalat, mint a mostani Jobbikot? Az én döntésemnek egy nagyon fontos oka, vagy nagyon alapos oka az volt, hogy az elmúlt időszakban az elnökség sorozatosan hozott rossz döntéseket. Egy ilyen nagyon-nagyon rossz, és azt gondolom végzetes döntés volt Dúró Dóra kizárása a frakció részéről, illetve Toroczkai László kizárása az etikai bizottság részéről. Ugye ezeket a döntéseket hivatalosan nem az elnökség hozza, de hát azért egy szervezetben úgy működik ez, vagy a Jobbikban úgy működik ez, hogy az elnökség álláspontja is ebben benne van, tehát azt mondhatjuk, hogy tehát gyakorolhat nyomást a Jobbik, ezekre a szervezetekre? A Jobbik vezetése az, aki ezt az irányvonalat meghatározta, és ha nem is nyomás gyakorol rá, de mindenképpen hatása, óriási hatással van ezekre a döntésekre, tehát van szerepe ezekben a döntésekben. És én azt gondolom, hogy a Jobbikban egészen 2014-ig talán egyáltalán nem volt jellemző az, hogy valakit azért rúgtak volna ki, mert a párton belül egy más, de az alapszabálynak megfelelő, illetve az alapító nyilatkozatnak megfelelő álláspontot képviselt, de mondjuk személyi kérdésekben nem értett egyet a mainstream vezetéssel. Ez egy nagyon nagy hiba, és én az egyik Facebook bejegyzésben meg is írtam ezt, hogy én azt gondolom és remélem, hogy a Jobbik visszatér erre az útra, amikor párton belül megfogalmazhatjuk a véleményünket, ezért semmilyen atrocitás nem érhet minket. Aztán, amikor vége van egy választásnak, lezárul egy ilyen döntési szakasz, akkor meg megyünk tovább együtt, és mindenki teszi a dolgát, és mindenki megkapja azt a feladatot, amit neki szán a párt és a mozgalom. Hát a megyünk tovább együtt, az itt most már eléggé nem tűnik reálisnak, azt gondolom, hogy az elmúlt napok történéseit nézve. Fejér megyében hányan csatlakoztak vagy követik az ön példáját? Alapszervezeteket tudok, 7 alapszervezet volt, aki eddig kimondta a feloszlását. Ezek melyek voltak? Ezek a Hantosi, a Csőszi, a Lepsényi, Soponyai, Sáregres és a Cecei alapszervezet volt. Tehát, hogy ők már ezt a döntést meg is hozták. Igen, ezt a döntést meghozták, jegyzőkönyv született róla, el lett juttatva az országos elnökséghez. Illetve számos. Azért mondtam az elején, hogy ez egy folyamat, mert számos alapszervezethez itt áll még van, ahol jövő hét, tudom, hogy jövő héten tudnak leülni és átbeszélni, hogy melyik szányhoz csatlakoznak, vagy egyáltalán hozzanak-e erről döntést. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt még ennek nincs vége. Bizonyára lesz olyan szervezet, aki az új utat, a régi új utat választja, az ásotthalmi utat választja, és bizonyára lesz olyan szervezet is, aki azt mondja, hogy egyelőre távol tartja magát ezektől az eseményektől, és csendben marad, és inkább kivár. Maradjon minden úgy. Kivár, és egyelőre maradjon úgy, ahogy eddig volt. Képviselőkkel kapcsolatban van tudomása újabb kilépőkről, vagy akik önhöz csatlakoznak? Igen, Sebestyén Éva a megyei képviselő, önkormányzati képviselő is CECén, őszintén CECén már nem Jobbik színekben folytatja a munkáját, illetve Székely Zoltán megyei képviselő velem együtt
hagyta el tegnap a pártot, ugye a megyei képviselőként már ő sem mondható jobbikos képviselőnek. Kislángról két képviselő volt, aki függetlenként folytatja a munkáját. Soponyán egy képviselőnk van, aki szintén befejezte a jobbikos munkásságát. Nos, hát akkor itt is tényleg vannak alakuló folyamatok, ahogy azt ön is említette, és hát nem tudom, velük együtt találkoznak majd a holnapi napon az ászlóbontáson? Van, aki tud jönni, van, aki nem, de hát aki az elmúlt időszakban kilépett a Jobbikból, vagy feloszlatta, vagy azok a települések, azok a közösségek, azok a kis közösségek, ahol feloszlott a szervezet, az egyértelműen ehhez az irányhoz szeretne csatlakozni. A többieket meglátjuk, hogy folyamatában mire jutnak, milyen döntésre jutnak. Tudomásom szerint egyébként a Horváth Tancsa Ágnes is ehhez a mozgalomhoz igyekszik majd csatlakozni. Ön szerint Székesfehérváron mi várható? Nehéz jóslatokba bocsátkozni. Ez így van, nagyon nehéz jóslatokba bocsátkozni. Egyelőre a Mi Hazánk mozgalom mindenkit vár, és mindenki jelentkezését szívesen fogadja. Azért ez egy hosszú folyamat lesz, még itt tagsági felvételről beszélhetünk, szervezeti rendszerről beszélhetünk. Hát ennek még nagyon az elején vagyunk, most ez egyelőre még egy mozgalom, amelyhez az emberek nem csak volt jobbikosok, hanem olyanok is, akik nem voltak jobbik tagok, vagy nagyon régen kiléptek a Jobbikból, azok is jelezték a csatlakozási szándékokat. Tehát ahogy mondtam, ez az első lépés, hogy meglássuk, hogy tényleg van-e tömeg e mögött, van-e egy olyan támogató tábor, akivel el lehet indulni, és akkor jöhet a következő lépés, akkor kell kitalálni egy szervezeti rendszert, akkor kell egy belépési rendszert kitalálni. Ez hosszú idő lesz. De... Hát azért olyan hosszú nem lehet, hiszen 2019-ben azért lesznek itt választások is. Gondolom, hogy ez a dátum azért az önök szeme előtt is ott leveg. Igen, természetesen. Ezt akartam éppen mondani, hogy azért 18 őszére vagy végére ezek biztos, hogy összeállnak részleteiben, és akkor pontosan látjuk. Na hát akkor döntéseket kell hozni, mert ha van egy ilyen helyzet, hogy egy településen két csapat is van, aki nagyon szeretne csatlakozni mondjuk, de egymással nem tudnak együttműködni, akkor ott is meg kell hozni a döntéseket, ahogy minden közösségben ez előfordulhat. Hát én köszönöm szépen, és hát azt tudom megígérni önnek és a nézőknek is, hogy majd hétfőn folytatjuk valamilyen formában, hiszen a szombati események szerintem itt Székesfehérvár, illetve a megye politikai életét is valószínűleg befolyásolni fogja. Mindenképpen állok rendelkezésükre akkor a hétfői napon is. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Viszontlátásra. Nézőinknek megköszönöm a figyelmüket, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést!